Sziasztok! Bár rengeteg videót készítettem már az animék magyar szinkronjáról, a ti kérésetekre azonban egy újat is el kellett készítenem. Eddig nem emlékszem, hogy mennyire rangsoroltam volna a kedvenc hazai szinkronjaimat, így ezt most pótolnám. A mai nap az 5 legjobb magyar szinkronos animét hoztam el nektek. A listát csakis a szinkronrendezések alapján állítottam össze, így a félrefordítások, magyarítások, meg egyéb baromságok nem faktorai ennek a videónak. Az animék elég változatosak, a koprodukciós animéket alapjáraton kizártam, így csakis a japán animéket hoztam el nektek, amikre ugye készült magyar szinkron. Kezdődjön is a videó, top 5 magyar szinkronos anime. Mint mondtam, a félrefordításokat nem vettem figyelembe a listán szereplő animék összeírásánál. Ha figyelembe vettem volna, akkor valószínűleg nem lehetne az ötödik helyzet a Dragon Ball. A Dragon Ball Z szinkron hangjai olykor-olykor változtak, de a Cell Sagától már úgy vettem észre, hogy szinkronjai stabilak. Ellenben a Yu Yu Hakusóval, ahol sok szereplőnek elég észrevehetően egy-egy hang több karakternek is kölcsön adta a hangját, nagyon-nagyon zavaróan. Azaz anime ezért sem fog felkerülni erre a listára. Bocsi, srácok. A sima Dragon Ballnál sok szinkroncsere volt, a GT-t pedig azért nem emelem ki, mert sajnálatos módon az Z és a GT szinkronja között olyan sok idő telt el, hogy a magyar verzió készítésekor a színészek egy része már meghalt, és muszáj volt cserélni. Az Z-nek viszont nagyon jó szinkron rendezése van, mindenki passzol. Bár vannak így is olyan karakterek, akikkel sokan nem értenek egyet, például ifjú Sátán. Na jó, ez csak vicc volt. Szóval Piccolo hangja gonoszabb lett, mint az eredeti. Vegitáról meg csak annyit, hogy az első szinkronja Nagy Zoltán szerintem gonoszabb hanggal rendelkezett, mint Bozsó Péter, és az ilyenek miatt szoktak egyesek morcosak lenni a Dragon Ball szinkronjára. És most mennyinél tart? Hány egységet ér el a harci kapacitása? Messze 8000 fölött! Az nem lehet! Minden úgy történik, ahogy gondoltam. Mindkettő a másik kontójára szórakozik. Kíváncsi vagyok, ki nyeri meg ezt a küzdelmet. Érdekesség, hogy a Bulmát több száz részen keresztül alakító kis Erika nem szerette ezt a karaktert. A többi szinkronszínész véleménye pedig a Magyar Szinkron Videók YouTube csatornán tudjátok meghallgatni. Véleményem szerint a Dragon Ball Z egy remek szinkron rendezéssel rendelkező anime. Akkoriban a hazai szinkronszínészek legtöbbje megfordult a sorozat stúdiójában, és mindenki remek munkát végzett. Kár, hogy a francia és nem a japán verziót vette meg az RTL, különben biztosan az egyik legjobb magyar szinkronos animeként tartanám számon, és ezzel feljebb kerülhetett volna a listán a Dragon Ball. Negyedik helyzetünk egy olyan anime, amit plusz 18-as karikával sugároztak. Nagyon kevés anime fordult meg Magyarországon, ami plusz 18-as besorolást kapott, de azért itt is akad egy-kettő. Ebből az egyik, ami a negyedik helyezettünk, a Blue Gender. A Blue Gender szinkronja is szuper. Bár akadnak olyan hangok benne, akik más animékben is szerepelnek, de ettől eltekintve a Blue Gender számra egy nagyon élvezhető egy darabból magyarul a korábban említett mainstream hangok ellenére is. Nem tapasztaltam olyan kifejezéseket, olyan szinkronhibákat, például rossz hangsúlyozás meg hasonlók, amik miatt ne kerülhetett volna fel erre a listára. A Blue Gender a listánk egyetlen 26 részes sorozata, menjünk is tovább. Klasszikus darab, az egyik legjobban átgondolt magyar szinkronos animénk, az Inuyasha. Ez a harmadik helyzet. Az Inuyasha olyan anime itthon, amiből mindenki látott legalább egy részt. Tökéletes szinkronjában minden hang a megfelelő helyen van, ugyanakkor ez talán az egyetlen olyan anime, ahol nem zavaró, hogy a képességek támadásokat magyarosították. Az Inuyasha a magyar animéseknél egy fogalom. Szerintem nem kell többet magyaráznom. A Kagomét alakító Molnár Ilona pedig az egyik legismertebb animés szinkron hangunk. Nagyon sokan szeretjük joggal. Ez mókás! Nem áll szándékomban hízelegni neked. Bőven elég, ha csak annyit mondok, hogy fekszik. Hoppá, ne haragudj, sajnálom. Megőrülök. Jó pár animét leszinkronizáltunk magyarra, viszont nagyon kevés van, aminek a szinkronját egyértelműen egyenlőnek tartom az eredeti japánéval. A Death Note zseniális széria és kétség kívül a legjobban leszinkronizált anime sorozatunk. Egy videóban külön beszéltem arról, hogy a sorozatban a személyes kedvencem Vicianotto, aki Elt alakította, nagyon-nagyon szuperül jár a pacsi érte. A Death Note rengeteg országban le lett fordítva, de a nemzetközi fordításokat meghallgatva szerintem a japán és a magyar a legjobb az egész világon. Szuper anime, remek szinkronnal, abszolút élvezhető mind a két nyelven. Jöjjön az első helyzet! A halállista tévedhetetlen. Legközelebb rajta a sor.
Ray Bender. Ha a második helyezett anime magyar szinkronja egyenértékű a japánéval, akkor egy olyan animét kell keresnem, aminek szerintem jobb a magyar szinkronja az eredetinél. Sok videóban felhoztam már ezt a movie-t, de a jó szinkronja miatt elkerülhetetlen, hogy újra beszéljek róla. A valaha legjobb magyar animés szinkron a Cowboy Bebop movie-ra készítették. Ez a lista első helyezettje. Amiért az HBO megbízásából készült a szinkronja, ezért az RTL megbízásából fordított sorozat szinkron hangjai eltérőek, de nem jobbak. Kicsit kívül a sorozat verziója is nagyon jó, de szerintem nem múlja felül a filmet, ami szerintem lepipálta a japánt. Ez a lista is szubjektíva lett összeállítva, így megítélni azt, hogy melyik szinkron jó vagy rossz, elég bátor próbálkozás, én nem is vésném kőbe. Számomra ennek a filmnek a magyar verziója ezerszer szórakoztató volt a japánnál. Tisztítsátok ki a fületeket és hallgassatok bele, ugye hogy jobb? Igazam van, na! Mondd csak, mit keresel itt? Fej vagy írás? Ha fej, megmondom, ha írás, randizunk. Nem értetted? Kinyírom ezt az öreg nyanyút! Hát az nagy lenne. Nem vagyunk zsaruk, sem jótékonysági intézmény. Sajnálom, hölgyem, de nem szolgálunk és védünk, ez üzlet. Mi? Szerintem vedd úgy, hogy pehjed van. Nos, ez volt számomra az öt legjobb hazai szinkron élmény, ami animékhez köthető. Talán egy 10-es listát is lehetett volna készíteni, amire a Perfect Blue, FMA, Soul Eater is lazán felkerülhetett volna, de amiért csak 5-ös listát kaptatok, így csak a legeslegjobbakat mutattam be nektek. Írjátok le a saját kedvenceiteket, amiknek a magyar szinkronját szeretitek, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni, ha érdekesnek tartottátok a videót. Én Daisetsu voltam, hamarosan jön egy újabb videó. Szervusztok! Don't wanna be the one to pop your chest.